Láttál már gömbhalat, amikor így igazán felszívja magát? Én ja, szeretném, hogyha tudnád, hogy ez nem a bátorságnak a jele. Amikor egy gömbhal felszívja magát, akkor ő nagyon fél, nagyon-nagyon retteg. És szeretném, ha tudnád, hogy azok az emberek, akik agresszívak, akik téged bántanak, akik téged meg akarnak félemlíteni, az nem másról szól, mint hogy ők belül rettegnek, ők belül félnek. Attól félnek, hogy nem lesznek elég jók és nem lesznek elég szerethetőek. És ezért próbálnak téged bántani, hogy ezáltal ők esetleg egy kicsit jobban érezzék magukat. Fontos, hogy ezt észben tartsd, hogy amikor téged valaki bánt, amikor valaki csúnyán viselkedik és téged akar lehúzni, meg akar semmisíteni érzelmileg, akkor a legfőbb motiváció számára az, hogy ő jobban érezze magát a bőrében, azért szívja fel magát, mert ő fél. Ha így állsz hozzá a kritikához, ha így fogadod azt, amikor téged bántanak, akkor sokkal jobban fogod magad érezni a bőrödben. És hidd el, ahogyan Buddha mondta, a gyűlöletre az egyetlen válasz a szeretet. És ha a szeretet nem működik, akkor a dózist kell emelni.